Én elsősorban etikai kérdésekkel foglalkozom, hogy a Barisz Laura nővérrel elsősorban egy ilyen erényetikai megközelítést vizsgálunk, és amit én esetleg most itt a legelején kiemelnék, az az, hogy ha tudunk tenni például a fiatalok informatikai oktatásáért valamit minél hamarabb, akkor hogyha az egész jellemet tekintjük, akkor észre kell vennünk azt, hogy az informatikában hatalmas lehetőségek vannak. Az idősebb generáció nem úgy jött a vállalkozói világba, hogy a digitalizációban meg tudjon barátkozni, az önmagában egy odafigyelést igényel arra a generációra, amely nehezebben fogadja be a digitalizációt. Hol ülünk Miskolcon, Szombathelyen, Egerben vagy Debrecenben, ez egy standard témakörök, nem? Továbbá mondom, hogy a fog. Abszolút, igen. Az Észak-Magyarországi régió egyik legnagyobb informatikai cég vezetőjeként azt tudom mondani, és talán kiegészítő Pétert, hogy egyfajta generációváltás is zajlik. Például volt az elektronikus szám a kibocsátás, tehát azt gondolom egyébként, hogy a spárnálás lehetőséget, és ez kényszer, szinte a kornak kényszer lehetőséget, csak az esetben volt, hogy a szó terül a digitalizáció megkerülhetetlenségéről. Hogyha egy cég hatékony akar valami, és felvenni, akkor ugye és én is egyébként egy személyes példát hozni ki, hogy itt elezhetően voltunk egy cégnél.